Nem csak Megyingből, hanem Budapestről, Budakesziről, Biharkeresztesről és Móról is érkeztek fiatal néptáncosok a 14. Mártonnapi szólótáncversenyre. A hagyományos megméretetésnek ismét a Tatai Református Egyházközösség gyülekezeti terme adott helyet. Az improvizatív előadásokat három kategóriában értékelte a zsűri, Puc Katalin és Sipos Ferenc Győr-Moson Sopron megyéből. A tatai kenderkéseknek idén 14 táncosa mutatta be tudását egy másfél-két perces produkció keretében. Az improvizáció az teljes, mind az elejétől végéig, ugyanis ez a versenykiírásnak az egyik alapmérföldköve, hogy improvizálniuk kell a gyermekeknek a megadott táncanyagból, amit ők választottak. A versenyzők részéről nagyon előtérbe kerül a saját egyéniségük, hogy ők maguk hogyan tudnak megjelenni a színpadon, hogyan tudják előadni a táncos tudásukat, mert egy csoportban azért jobban el lehet bújni, kicsit gyengébb képességű táncos gyerekek is el tudnak vegyülni a csoportban, és úgy tudnak egy közös nagy produkciót véghez vinni. Itt nem lehet elbújni, itt egymaga áll ki a színpadra, és ott mindent meg kell mutatni a tudásából. A 73 versenyző a Kárpát-medence teljes területéről választható stílusban állt színpadra a Cifra Bojtár díjért, amit nem csak egy, hanem a zsűri döntése alapján több résztvevőnek is odaítélhetnek. A gyerekek felkészülését ezt már jó régen elkezdtük, tulajdonképpen elég hamar kiderül azért, hogy melyik gyermekből lehet olyan különleges tehetség, hogy szólótáncversenyen is el tudjon indulni, de most itt konkrétan erre a versenyre körülbelül 2 hónapja készülünk heti rendszerességgel. Élvezzék, amit csinálnak, ez a legfontosabb, és kicsit váljon az életformájukká is, és aztán később úgy is kiderül, mikor már felnőtt korhoz közelednek, hogy van olyan, aki tényleg annyira komolyan gondolja, hogy vagy táncos, vagy esetleg később táncpedagógussá váljon. Azoknak sem kellett bánkódniuk, akik idén lemaradtak a fődíjról, hiszen dicsérettel és emléklappal távoztak a rendezvényről. Azért, hogy jövőre újra még felkészültebben állhassanak a nagy közönség elé.